Üdvözlök mindenkit, most egy Ford Fiesta-t fogok bemutatni. Ez a legújabb széria, úgyhogy kívülről, belülről megpróbálom bemutatni. Aki ilyet szeretne vásárolni, az kapjon meg minél több információt. Körbe megyek először az autón. Nagyon gyönyörű húzott lámpabúrája van. Ködlámpa is, ugye? Széria felszereltség. Ezen már nem 4 évszakos gumi van. Nagyon dinamikus, nagyon mozgóképes kis autóról beszélünk. A fogyasztása nagyon ideális. Kis mikrokapcsoló. Egy tépőzáras, ide lehet tenni a egység csomagot. Gumi alatt vannak a emelő és a mondható láncszem. Az emelő csavar, vonóláncem, és a ugye a tankoláshoz. Oda kell vissza a csavar. Tárolóra kezd. És oszható hátsó ülés. És ez a kalaptartó. Jó. Beülve azért lehet le a középkonzolon, a műszerfalnál a technikát, ugye innovációt megfigyelni. Ugye ez a menügomb, de az nem működik, hogyha nincs bekapcsolva. Tehát először be kell kapcsolni, és onnantól kezdve kormányról is vezérelhető. Hangerő föl le, jobbra, balra. Légzsákok. Elektromos külső tükrök. Ugye ez a lámpa magasságállító. Ez a műszerfal világítás. Első ködlámpa, hátsó ködlámpa kapcsolója. A slossz kulcs. Bicska kulcs. A szélvédőnél látható ez a dilatációs szivacs.
egészen a végéig. Úgyhogy nézzük, mit tudok még mutatni. Tehát ugye CD, rádió, AUX, fon, telefont azt lehet párosítani, és teljes értékű a kocsinak a telefonja. Ugye itt vannak a gombok, fölle, jobbra, balra. Ugye ami itt van a menübe, két, meg itt is elvileg kettő, az ugye gomb itt van. Amit a kiír, tehát ez most jelen pillanatban a Bluetooth, és ott írja, hogy close, az pedig lenne ez a gomb. Most meg is nyomom, úgyhogy nem talált telefont, jó. És most szól a rádió, azt meg most nem hangosítom föl. Itt le lehet zárni a levegők kiömlő nyílásokat, és ez itt a okos dolog. Ide lehet pénzérméket tenni. De hát ez a kis digitális klíma, ami nem dupla digit klíma, hanem egyoldali, tehát ami itt be van állítva, az egész utastérbe érvényes lesz. Az első szélvédő az fűtött. Abszolút hozzá lehet szokni, nem zavaró. Úgyhogy jó. Ugye itt a utas oldali légzsák, hogy ha gyerek, kisbaba utazik, akkor ezt ugye ki kell kapcsolni. Ülésfűtés van benne, két fokozatú. Az ülések nagyon jól bordázottak, nagyon kényelmes. Tehát nagyon kényelmes az ülés. Akkor pohártartó, és ami még itt innováció, az, hogy AUX csatlakozó van, tehát hogyha valakinek nem bluetoothos telefonja van, és nem tudja a hangot átadni bluetoothon, akkor ez az AUX, tehát ugye ez az AUX gomb mögötti funkciónak a végpontja. Ez ugyanaz, csak ugye HDMI-n keresztül, HDMI, USB porton keresztül viszi át hangot, és ez pedig van a töltő. Na most következő, ugye ezt mindenki tudja, hogyha füst van vagy valami, akkor ne jöjjön be az utastérbe, tehát ez az utastérzáró, ugye ezt teljesen kikapcsolja. Fűtés, ablakfűtés, hátsó ablakfűtés, hova menjen, lábra menjen, vagy ránk menjen, és mindig ott világít a kis lámpa. Automata. Maga a kárpid, az egy ilyen nagyon olyan, mint egy szövet, tehát nagyon olyan tapadós is lehetne, de nem az a műanyag. Nem az a műanyag, nagyon jó tapintása van, tehát nagyon-nagyon finom. Ez is. Tehát nagyon kis, finom, puha. Itt tudom szemléltetni. Tehát nagyon, nem az a kemény, dívós. De még itt is. Az ajtó az már kemény, tehát az már fölcsöntött műanyag. Úgyhogy ami a régi Fiesta-kra jellemző volt, hogy ugye látjuk a fémkeretet, az itt is, de már elég jól el van dugva. Úgyhogy
úgyhogy ez már teljesen komfortos. Ugye a állítás. A visszapillantó tükör az elég jó. Nézzük, hogy mi van fölül. Ugye a szenzoros szélvédő, esőszenzoros szélvédő, és a belső világítás. Tükör. Itt a tükör mellett nincsen ugye lámpa, tehát sötétben itt nem látjuk magunkat, hogyha hölgyek szeretnének szépítkezni sötétbe, nem látják magukat. Ugye a Mondeóknál, meg a többi típusoknál van lámpa, viszont itt az AC dúla sem annyi. Itt ugyanaz. Ugye ez a válmagasság állító a biztonsági övnél. Rekeszekben ez is gazdag, mert lehet ide pakolni. Elfér, sok hely van. Tivel most tudom, mit lehetne tenni. Mobilhoz kicsi, talán egy kulcsot, vagy nem is tudom, ez mire jó. De hát ez itt van. Ez automata. Úgyhogy ez a olyan jó jellemző Fiesta sajátosság, hogy a karosszéria szint azt itt nem tüntették el ilyen carpet elemekkel. Erre az ajtóra is jellemző. Nézzük a kesztyűtartót. Itt van ez a kocsa, lehet nyitni, zárni, és akkor fog ez megváltozni. Ide lehet kártyát tenni, chipkártyát vagy beléptető kártyát. Tolnak van ott helye. Aztán így. Nézzük a könyöklőt. A könyöklőbe a klíma nem megy be, tehát üdítőt nem tudunk itt hűteni nyáron. Ez ilyen műanyag, ugyanolyan, mint az oldalak. Úgyhogy a kormány az bőr, műbőr, de jó, jó fogása van. Az ablaktörlőnek most nem kapcsolom be, de itt lehet fokozatosan állítani, ezt benyomjuk akkor spriccel, ugye lehet állítani, hátra húzom, akkor a hátsó ablaktörlő, le, föl, ugye a fokozatokat lehet hangolni. Ez az index, órának a műszerfal órának a állítása. 7,9 litert fogyaszt. Pillanatnyi fogyasztás. 8 litert megeszik városi forgalomban. A hátsó is ugyanúgy bordázott. Nagyon kényelmes. Ugye a fejtámlát ugye nem lehet állítani, csak föl meg le húzni. Hátul is 12 volt, ugye, hogyha valaki gyerekeknek szeretne DVD-re játszott tenni, akkor arra tökéletes. Isofix ülés. Az ülés az nincs ugye előrébb tolva. Én egy 100 kilós férfi vagyok, és hát tulajdonképpen
kompromisszumok, de mellé még egy ember elfér. Hát nagy darabokból 4 személyes az autó. Azt mondja, hogy nézzük az újest. Egyszer. Eddig lehet leengedni az ablakot. Gyárilag nincs sötétítve. Légzsák. Van egy ilyen bevágás. Hát nem egy szép látvány, de ezt csak erre tudom mondani, hogy ezt visszateszem. Lehajtható. Úgyhogy lehet belepakolni. Ami a vezetés alatti tapasztalatom, az, hogy a kocsi nagyon alacsony. Tehát azt kell mondjam, hogy ez a magasság, ugye ez körülbelül 10 centi, 15, és egy járdapatkánál azért ez a műanyag adja a hangot rendesen. Úgyhogy nagyon-nagyon alacsony, de valamit valamiért. A lábpedál fölött van egy izzó, ami világít, tehát látjuk azt, hogy melyik pedál, ugye, hol van. Sötétben ez nagyon jó, bár ez csak több, mint érdekes. Pohártartó kellemes hangulatfényt ad. Ez sötétben abszolút szépen néz ki. Ugye itt vagyunk a benzinkúton, és hogy melyik oldalon van a tanksapka, ugye? Tükörből lehet látni? Nem lehet látni. Másik tükörből lehet látni? Nem lehet látni. Hát honnan tudjuk, hogy a tanksapka hol van? Nagyon egyszerű. Mert ott mutatja, hogy a nyíl, hogy ezen az oldalon van, tehát valószínűleg, hogy a kormány oldalá lesz, tehát a menetirány szerinti bal oldalon. Úgyhogy be is állunk és tankolunk. Mert ezen az oldalon lesz a tanksapka. A tanksapka az ilyen. Összességében ennyit tudtam mutatni erről a kis Ford Fiesta-ról. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Lájkoljátok, és hogyha tudjátok, akkor osszátok meg. Iratkozzatok fel a csatornámra. Peace!